atlantikus túra első talán meghatározó pontjához érkeztem. Esztergomban vagyok, és most fogok átmenni Szlovákiába. Az első napi úti cél Cseszke-Budajovice, amit úgy fogok megközelíteni, hogy Szlovákia, Ausztria és aztán Csehország. Hát ahogy látom, különösebben nem izgatják magukat, ez elég veszélyes navigációt csinált. Nem izgatják magukat itt a határon. Most fogok a szlovák-osztrák határhoz érni. Ez megint csak megér egy felvételt, hogy lesz-e itt bármi. Ez igen, ez azért eléggé keskeny hídnak tűnik. Ej, de lassan számolsz vissza. Látom, hogy ez már Ausztria, úgyhogy marha nagy hajcihő itt se volt. Akkor eddig kettő határon úgy jöttem át, hogy nem láttam határőrt, személyzetet, semmit. Ugyanezek nagyon kicsi határok, de akkor is. Niederösterreich, alsó Ausztria. Jön. Ez már Csehország. Hát akkor ennyi volt. Ez egy nagyon kellemes szakasz. Itt már jártam egyszer. Az a helyzet, hogy leszereltem a Plexit, anélkül sokkal élhetőbb a motor. Tehát célza így is van. De más, mint amikor fönn volt. Teljesen más. Nightclub. Á, minden. Eléggé kihaltnak tűnik. Elég sötét felhők gyülekeznek az égen.
ez a második nap elindultam Csesze-Buda-Jovicéből. A falvakon megyek keresztül. Nagyon kis takaros hely. Ez az egyetlen dolog, amit sajnálok, hogy a szagokat nem lehet érezni. Mert olyan elképesztő szarszag van, gondolom, valamilyen állat, hogy nagyon. Megmutatja nekem a cseh vidék sajátosságait. Tényleg olyan pici falukon megyünk keresztül, hogy ihaj. Figyeld, 85-tel megy a csávó, 90-nel. Ebben hatalmas nagy böszméte kocsival. Ezeken a kis kanyargós utakon. Elképesztő. Ott a 90-es tábla a seggén, hát ki is használja. Mert csak akkor előzöm meg, ha tényleg 100%-os. Na, elfordul. Fantasztikus. Ide jön fáj. Szevasz, tesó. Na, kinyílt a pálya.
biztosan meg nem mondom a helyiség nevét, de egész kellemes millió. És hát itt van a túra rajtam kívüli másik résztvevője, Tracer 900 GT. Egyelőre nagyon nincs szerelem. Ez a második nap. Lassan megérkezem Decsínbe, a napi célomhoz. Közeledek Renszkó felé, itt azért vannak már szép részek. Persze nem tudom a kamera mennyire koszolódott el, de azért ez itt úgy rendben van. Következik a német határ, cseh-német határ, mindjárt meglátjuk, hogy itt lesz a bármilyen ellenőrzés, vagy itt is simán át lehet jutni. Hát olyan marhára nem tartanak fel. Ez volt a negyedik határ. De még sehol sem állítottak meg.
bírnát. Megyek Zsopau felé, aztán meg majd Zwickau felé. Meg annyi szép név, legendás név. Azért a navigációnak vannak ám ötletei. Ennek az útnak talán már száma sincs. Milyen pici lány a kis Hondával. Megérkeztem Würzburgba, ez a romantikus útnak az induló pontja, ott van szembe egy tábla, ami mutatja, hogy a romantikus út itt kezdődik. Ha a fatakarásából kijövünk, akkor ott a hegyen van fönn már egy ilyen nagyon romantikus valami várszerű. Thank you.
ebbe a kis szállodába lakom. A legkisebb szoba, ami az út során jutott nekem. Itt meg egy ilyen jó nagy repülőgép szobor van pont szembe vele. Ez is egy nagyon szép kis hely, olyan hosszú a neve, hogy ki se tudom mondani. Ezen a kapun jöttem keresztül, hogy ide érjek. Somewhere, somewhere, somewhere.